Új rendőrök a budaörsi rendőrkapitányságon. Szeptembertől 16 tiszthelyettes kezdte meg próbaidős szolgálatát. Jótékonysági koncerten lép fel az Omega. Október 15-én a budaörsi sportcsarnokban a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületének gyűjtenek. És nyugdíjas zenésest. A mozgáskorlátozottak budaörsi egyesülete két havonta rendezi meg mindenki számára nyitott programját. Kezdődik a Városi Magazin, a stúdióban Fejglenikő. Jó estét kívánok! Ma ülésezett a budaörsi képviselőtestület, közel 50 napi rendi pontot tárgyaltak. A helyszínen Solymosi László kollégám kísérte figyelemmel a döntéseket. Szia Laci, mik voltak a legfontosabb témák? Szervusz Enikő, köszöntöm a nézőket! Igaz, hogy sok napi rendi pont volt, de talán hármat emelnék ki, ami nagyon fontos volt. Az egyik az, hogy támogatták azt, hogy az autók számára három elektromos töltőállomást építsenek ki Budaörsön, pályázati forrásból szeretnék ezt megvalósítani. Emellett támogatták azt is, hogy hitelt vegyenek föl a tervezett 2,8 milliárd forintos keretből, mivel az állam erre engedélyt adott. Igaz, hogy Vitinkov Tamás hozzátette azt, hogy csak abban az esetben folyamodnak ehhez, ha biztosítva látják azt, hogy vissza is tudják fizetni. A harmadik legfontosabb kérdés talán az volt, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy megkezdik a térfigyelő rendszer harmadik ütemének a bővítését. Solymosi László, köszönöm. A testületi ülésből összefoglalót a pénteki Városi Magazinban láthatnak majd, illetve ma a Városi Magazin után megismételjük a délelőtti élőadást. Most viszont azzal folytatjuk, hogy új rendőrök érkeztek a budaörsi rendőrkapitányságra. Szeptemberben 16 tiszthelyettes kezdte meg szolgálatát. A fiatalok a kapitányság és az ahhoz tartozó rendőrőrsök állományában látnak el közterületi szolgálatot. Így a budakeszi rendőrőrs és a pilisvörösvári rendőrőrs 2-2 fővel, míg a budaörsi rendőrkapitányság 12 fővel bővült. Körzeti megbízottunk Mester 60-10-es nem sokára be fog érkezni, vele együtt fogtok továbbiakban szolgálatot teljesíteni, gyalogos szolgálat, mégpedig a lakótelepen. Ellenőrizni kell a illegális árusokat, lehetőleg kiszúrni a szabálysértőket, állóellenőrzés végrehajtása, ismerkedésre területtel, próbáljatok bemenni minél több helyre, beköszönni, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, mutassuk meg, hogy van rendőr, továbbá. Eltűnt mégpedig Ér területéről, Budaörs területéről tegnapi napon ismeretlen helyre távozott egy öreg úr. Itt az arcképet nézzétek meg. Ha látjátok, természetesen szóljatok, és jelenleg eltűnéséget körözzük. Ha nagyban látjátok, akkor szóljatok, és akkor a továbbiakat én intézem. Egy rövid kis eligazítás, és már indulhat is az éles bevetés, igaz, csak végzett és képzett rendőrök felügyelete mellett. A próbaidős fiatal hallgatók elsősorban adminisztrációs munkákban vagy segédjárőrként teljesíthetnek szolgálatot gyakorlati idejük alatt a budaörsi rendőrkapitányság állományában. Ha lakosság rendőr arányt nézzük, az soha nem változik, hiszen a rendszeresített létszámhoz mérjük a lakosságot, így azt lehet mondani, hogy egy jó középmezőnyben egy ilyen 650 főre jut egy rendőr. A Pest megyei rendőrfőkapitányságon belül ez is egy ilyen közepes átlag. Most jelen pillanatban 2016. szeptember 1-jével kaptunk 16 főt, 2 Pilisvörösvár, 2 Budakeszi, és ha jól tudok számolni az elsős matek alapján, akkor 12 fő maradt itt a budaörsi rendőrkapitányság közvetlen irányításában. Ők jelentős számban a nyírségből érkeztek hozzánk, elsőévesek, próbaidősök, 3 hetet töltenek gyakorló szolgálattal, aztán 3 hetet visszamennek az iskolába, és újra visszakapjuk őket 3 hétre. A fiatalok bevetése mindenképpen segítheti a hatékonyabb munkát és a nagyobb rendőri jelenlétet a közterületeken, ám szinte teljesen bizonytalan az, hogy később közülük hányan választják majd a budaörsi kapitányságot az iskola befejezése után. 2012-ben megnyílt a zsámbéki rendőrös, amely régebben egy BRFK, tulajdonképpen egy központi helye volt, ahol pihenhettek a rendőrök, és annak a felső szintjén sikerült kialakítani az ő szálláshelyüket, tehát a szállásban jók vagyunk, illetőleg itt fönn a harmadik emeleten is van egy szállás lehetőség. Hogy mennyire lesznek budaörsiek, kérdés az, hogy a párkapcsolatok hogyan alakulnak ki, hiszen ezáltal tudjuk őket röghöz kötni, illetőleg az, hogy a rendőr létszám hiány nem olyan jelentős,
országszerte, hogy egykönnyedén vissza tudnának menni életterükbe, vagy ahol laknak, arra a rendőrkapitányságra, vagy a közelben. Ezért hosszú távon azt gondolom, hogy 2-3 év viszonylatában számolhatunk velük, hogy itt maradnak a budaörsi rendőrkapitányságon. Miután Ignác Márta és Kecskeméti Krisztián próbaidős rendőrőrmesterek megkapták a feladatot, a lakótelepen kezdték el a járőrszolgálatot. Nem kellett sokat várniuk, és már is egy éles helyzetben találták magukat, hangos szóváltásra, veszekedésre figyeltek fel a szabadidő park közelében. Meg kell beszélni, fel kell keresni az orvost, akkor, hogyha ilyen probléma van a zsúfával. Hát én nekem a házorvosom a Réfi doktor úr. Akkor el kell menni a Réfi doktor úr. De ő nem oda tartozik. Hogy le kell menni a családsegítőhöz. Nem szemetelünk, jó, ez az egyik legfontosabb. Itt vagyunk a parkban, ne legyen ezzel gond. Tempontén is mindszerre műsz a szemetet, mert a plébáros úr is mindegy mondta. Most is meglök. Nem. Tudja, mit csinál? Tudni kell viselkedni. Zsóka, figyeljen ide. Igen. Hogyha nem van egy akkor az egyik erre, Stöckler úr, én beszélek, igen, jó? Igen, ha nem persze. Bírnak együtt lenni, akkor az egyik elmegy erre, a másik elmegy arra, jó? Tehát ne legyen az, hogy itt megy a cirkusz. A nyugodt, higgadt, de határozott intézkedés végül meghozta a gyümölcsét, és helyreállt a rend. Így aztán folytathatták a járőrözést a Patkó utca irányába. Nekem nagyon tetszik Budaörs, Szabolcs megyéből érkeztem amúgy, de nagyon szívesen vagyok itt Budaörsön, és tetszik a környék, a kapitányság is, minden. Alapvetően milyen feladatokat bíznak rátok, és hát mennyire segít ez a tovább menetelben? Hát lényegében járó feladatot látunk el, de bármilyen feladatban segítkezünk. A kollégák mindenbe támogatnak minket, segítenek, akármilyen problémával fordulunk hozzájuk, úgyhogy így azért van bőven munkánk. Ugye Budaörsön mindig az a probléma, hogy valaki ide jön mondjuk Szabolcsból, Szatmárból, vagy az ország másik végéből, és aztán ugye fogja magát, amikor elvégezte az iskolát és visszamegy. Hogyan tervezitek a jövőt? Hát én személy szerint én úgy tervezem, hogy én szeretnék is itt maradni, mert én így képzeltem el így a jövőt, hogy így Budaörsön szeretnék majd maradni a suli elvégzése után. És milyen területen, tehát tovább is szeretnél lépni, vagy maradsz a tiszthelyettesi állományban? Hát egyelőre még maradnék, de vannak terveim. Elég érdekes szituációba kerültünk itt a járőrzés során. Mennyire segítenek az ilyen gyakorlatok abban, hogy ezeket kezelni tudjátok később, illetve hát mennyire készítenek fel erre mondjuk az iskolában? Teljes mértékben felkészítenek minket, ugyanígy az iskolában is, és itt a gyakorlatunk során is segítőkészek a kollégák. Mennyire gyakori az ilyen szituáció mondjuk itt Budaörsön járőrzés közben? Mondhatjuk, hogy elég gyakori, sűrűn futunk ilyen esetekbe. Mik voltak a legérdekesebb történetek, amivel szembesültetek, és mondjuk meg lehet osztani itt a nézőkkel? Hasonló esetekben, mint az előbb is, amit megfigyelhettünk, legtöbbször ilyenek fordulnak elő. Neked milyen céljaid vannak a jövőben kapcsolatban? Tervezem én is iskola befejezése után, hogy tovább szeretnék tanulni. A bűnügyi ág foglalkoztat igazából, majd oda szeretnék tovább szakosodni. És esetleg van remény, hogy mondjuk te is Budaörsön folytatod majd a pályádat, vagy még ez nem eldöntött? Természetesen, eleinte igen, aztán majd ez a jövő kérdése, hogy merre. Látva a lelkesedést, úgy tűnik van rá esély, hogy a 12 próbaidős rendőr közül többen is a budaörsi rendőrkapitányságot erősítik majd a tanulmányaik befejezése után. Emellett a próbaidő alatt megfelelő gyakorlatot és helyismeretet is szerezhetnek, ami óriási segítség lehet majd a későbbi munkájukban. A Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületének elnöke Nyikes Fatime és alelnöke Jenei András a ma esti vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Annak apropóján hívtuk meg önöket, hogy október 15-én egy jótékonysági koncerttel készülnek, méghozzá nem is akárki lesz a vendég, az Omega látogat el a Budaörsi sportcsarnokba. De Fatime, mondja el inkább ön a részleteket, hogy minek apropóján jön ide az Omega, mi a cél ezzel a koncerttel? Köszönjük szépen a lehetőséget mindenek előtt. Hát óriási megtiszteltetés, azt gondoljuk, úgy éljük meg, hogy az Omega elvállalta a fellépést a koncertünkön, és ráadásul ez azért nagyszerű, és azért szeretném kiemelni, mert ők lemondtak a fellépti díjukról annak érdekében, hogy azt a célt, amit mi idén kitűztünk magunk elé, azt meg tudjuk valósítani, és ők ezzel tudjanak támogatni, hozzá tudjanak járulni. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlen, nagyszerű gesztus, főleg, hogyha hozzátesszük azt, hogy a zenészek abból élnek, hogy ők fellépnek, koncerteket adnak, illetve, hogyha abból indulunk ki, hogy
hogy azért milyen nehéz így a mai világban megszólítani egy fellépőt, vagy egyáltalán csak egy magánszemélyt arra, hogy adakozzanak, mert annyi megkeresés érkezik, tehát annyi olyan terület van, aki tényleg támogatásra érdemes, hogy nagyon nehéz kiválasztani, hogy ki az, akit igazából érdemes megtisztelni figyelemmel, pénzzel, anyagi támogatással. És hát ugye a célunk, az, amit mi szeretnénk ebből megvalósítani, az irodánk, ami egyben a masszázsstúdiónk tovább működtetése, és ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy idén meg szeretnénk vásárolni. Tehát ez egy olyan lehetőség ami számunkra, amit semmiképpen nem szeretnénk elengedni, mert új helyen máshogy elkezdeni azt a munkát, amit már kiépítettünk, úgy gondoljuk, hogy az erőn felül lenne. Itt ismernek bennünket, ismernek minket a masszázs vendégeink is, illetve a látássérültjeink, és mindenképpen szeretnénk, hogyha ez a munka tovább tudna menni, mert hiszünk abban, hogy ennek van társadalmi jelentősége is, hogy itt vagyunk a városban. András, mit jelent egy látássérült számára a szokott munkahely, a szokott környezet, ez a masszázsstúdió? Mindenképpen érintettként is úgy tudok erre válaszolni, hogy a biztonságot jelenti, mert amikor elindulok otthonról, akkor ugyanoda fogok megérkezni, nem pedig, hogyha váltani kellene, akkor egy másik idegen helyre. Itt az ember már tudja az útvonalat, tudja, hogy hol kell elkanyarodni, hol van lépcső, és hogyha az ingatlannál maradunk, akkor ingatlanon belül már rutinból tudjuk a különböző bútorokat, az ajtókat, aminél nem kell az embernek még külön tapogatni, vagy megtanulni, hogy mi merre található, és így úgy tudunk bent mozogni, mint hogyha egész életünkben itt jártunk volna. És ha jól emlékszem, akkor talán tavaly egy nagy felújításon is átesett a hely. Vagy az utóbbi időben volt egy nagyobb felújítás is, igaz, Fatima? Igen, a tavalyi nyáron volt esedékes. Egyrésztről igény volt rá, hogy egy újabb masszőrhelységet alakítsunk ki. Másrészt pedig szerettünk volna egy kicsit modernebb külsőt kölcsönözni a helységnek, hogyha valaki bejön, akkor tényleg ne csak egy szakszerű szolgáltatást találjon, hanem egy olyan kényelmes, megnyerő helyszínt, ahova szívesen bejön. És én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen sikerült. De nem csak egy masszázsstúdióról van szó, hanem egy különleges foglalkoztatási modell is működik itt. Hány főt foglalkoztatnak, András? 26 megváltozott munkaképességű kollégánk van, többségében látássérültek, és 4 látósegítő, aki ugye segítik ezt a 26 fogyatékkal élő kollégát. Az idei már a 4. ilyen jótékonysági koncert lesz. Mik az eddigi tapasztalatok, Fatima? Hát elsősorban én azt szeretném kiemelni, hogy ugye általában ezek a koncertek, ezek az október 15-i Fehérbot napja körül szerveződnek, hát attól függ, hogy jön ki a szombat, és hogy most pont a koncert napja, az a Fehérbot világnapja lesz, tehát összevág a dátum. És ez azért nagyon fontos és nagy jelentőséggel bíró, mert túl azon, hogy nekünk ebből anyagi hozadékunk is lehet, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legalább egy olyan nap van az évben, amikor a látássérültekre lehet fókuszálni, tehát kifejezetten rájuk irányul a figyelem. Én szerintem nagyon klassz az, hogy most már mindennek van világnapja, tehát tényleg meg lehet találni a palettán mindent, ami fontos lehet a társadalomnak, hogy egy kicsit figyeljünk rá, hogy egy picit jobban elgondolkodjunk azon, hogy ki milyen élethelyzetben tartozik a társadalomhoz, és ez ugyanígy van a látássérültekkel is. Én úgy gondolom, hogy fontosak az ünnepek, fontos az, hogy legyenek olyan napok, amikor valakire oda tudunk figyelni. Ez az október 15-e, ez egy ilyen nap a mi célcsoportunk tekintetében, és én azért is örülök, hogyha meg tudunk nyerni olyan zenészeket, akik eleve hívó névként szerepelnek, mert azt gondolom, hogy a mi ügyünket is viszik ezáltal. És igenis, hogyha mi szeretnénk itt a társadalomban szerepet vállalni, szerepet találni, vagy helyet találni, akkor fontos az, hogy legyenek olyan rendezvények, olyan nevezetes napok, események,
amikor lehet velünk találkozni, és abba bízom, hogy ezek a találkozások, ezek segítenek az előítéleteket egy kicsit lebontani és közelebb vinni minket egymáshoz, mondjuk önt és engem. Tehát egy látót és egy nem látót, hiszen a különbségeink azok igazából tényleg csak abból adódnak, hogy ön lát, én pedig nem, de lehet, hogy sokkal több hasonlóságot tudunk felfedezni egy-egy találkozás alkalmával, ehhez viszont kellenek ilyen lehetőségek. Ez így van. És igazából a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy tapasztalatom szerint nagyon-nagyon klassz, hogy annyi internetes felület áll a fiatalok, vagy hát akár így idősebbek számára is, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, de hogy ez nem ugyanaz. Tehát a személyes találkozásokat nem tudják helyettesíteni. És egy kicsit ez is egy olyan rendezvény, ahol mégiscsak életszerűen ott lehetünk együtt egymással. Tulajdonképpen a foglalkoztatáson belül is mi közösséget építünk, a tagjaink számára is közösséget építünk, mert hiszünk abban, hogy ez az az út, ami igazából az elidegenedést meg tudja állítani. Mekkora összeget kell összegyűjteniük ezzel a koncerttel, és hát milyen más módon lehet még segíteni, illetve milyen más módon tudnak még gyűjteni? Közel az ingatlan megvásárlásához közel 5 millió forint hiányzik még, ezt szeretnénk leginkább ebből a koncertből összegyűjteni, de természetesen ugye adományokat is fogadunk, és egész évben mód van arra, hogy esetleg az adó 1%-ot felajánlják azok az emberek, akik szeretnének minket támogatni, illetve hát bármilyen olyan jellegű adomány, amit ők úgy gondolnak, hogy azt a mi céljaink megvalósítására szeretnék felajánlani, akkor azt megtehetik, akár számlaszámon keresztül, akár hogyha megkeresnek minket az irodában. A látássérülteknek viszont ingyenes lesz a belépés, kell-e regisztrálniuk? Mindenképpen. Kóbor János külön kérése volt, hogy a látássérültek ingyen jöhessenek a koncertre, mondván, hogy Fehérbot világnapjáról beszélünk. Nekik mindenképpen regisztrálni kell e-mailben vagy telefonon, és akkor onnantól kezdve a jegyet azt át tudják venni névre szólóan. Mondjuk el azért az e-mail címet, hogy akkor hol tudnak érdeklődni és regisztrálni, kik szeretnének ott lenni. Az e-mail cím az nagyon egyszerű, bulake@bulake.hu, illetve a telefonszámunk az 0623 789 885-ös. Na hát reméljük sokan jelentkeznek majd akkor. Picit tegyük félre a koncertet, Fatime, mert van azért egy másik fontos téma is, hogy helyi esélyegyenlőségi szószóló itt városunkban egy évre kapta meg, vagy nyerte el ezt a pozíciót. Mik az első tapasztalatok? Milyen ügyekkel keresték meg? Ha jól tudom, akkor májustól van ebben a tisztségben, ez év májusától. Igen, tehát egyrésztről szerintem ez egy nagyszerű ötlet, kezdeményezés, hogy Budaörsváros annyira fontosnak tartja, hogy minden célcsoportját megfelelően tudja észrevenni, meghallani, támogatni, hogy külön egy ilyen pozíciót is létrehoztak annak érdekében, hogy ez gördülékenyebb legyen. Másfelől pedig nagyon-nagyon könnyű dolgom van egyelőre, még azt gondolom, mert a város eddig is nagyon odafigyelt azokra a sérülékenyebb csoportokra, akiket én kell, hogy képviseljek, de ettől függetlenül azért megkeresések már érkeztek, tehát dolgozom túl azon, hogy a testületüléseken, bizonyos bizottsági üléseken igyekszem részt venni, illetve tehát tanulmányozni azokat az előterjesztéseket, amik kapcsolódnak hozzá. Egyrészt ez nagyon izgalmas, mert sokkal jobban belelátok én is a város életében, és ezért azt érzékelem, hogy ez egy hosszabb folyamat kell legyen. Tehát az, hogy én megkaptam egy évre, ez egy hihetetlen megtiszteltetés, de egy év az én azt gondolom, hogy elég kevés ahhoz, hogy ennek a munkának tevékenységét, az alapjait biztonsággal le lehessen tenni. Másrészt meg azok a megkeresések, amik érkeznek, még talán egy kicsit bátortalanul jelennek meg így nálam, vagy érnek el hozzám, de az egyik megkeresés az a mozgássérültek részéről érkezett, hogy az egészségház megközelítése az nehezebb, nehézkesebb a főbejárat felől, és hogy ott nagyon szeretnék, hogyha történne valami változás, valami megoldás születne. Nagyon-nagyon jól fogadta
az építésügyi hatóság ezt a javaslatot vagy kérést, illetve a limfoödéma betegséget képviselő szervezetvezetője keresett meg, hogy valami megoldást kellene kidolgozni, kigondolni az ő hátrányos helyzetükre, ugyanis az orvoslásuk, tehát a gyógyításuk az elég akadozik, és akkor így finoman fogalmaztam. Szóval én azt gondolom, hogy mind a két megkeresés, amit most kiemeltem, mert szerintem ezek a leghangsúlyosabbak, időszerűek, fontosak, és igenis, hogy kell velük foglalkozni, és lehet, hogy tényleg nem jelentek volna meg így a városvezetésnél, hogyha nincs egy ilyen beiktatott lépcső. Mert hogy talán könnyebb megszólítani engem, vagy egy megbízottat, mint megkeresni valakit a városházáról a vezetői szinten. Igen. És hogyan tudja összeegyeztetni a Buláke tevékenységével ezt a tisztséget? Egyáltalán össze kell egyeztetni, vagy külön-külön kell kezelni a két dolgot? Én azt gondolom, hogy muszáj. Tehát az alapvető szabály az, hogy külön kezeljem, semmiképpen nem lehet az íze, vagy az az érzése senkinek, hogy én ebből bármilyen előnyt szerzek a saját célcsoportom számára. Itt minden célcsoport egyenlő ezen a területen, tehát bárki, ha megkeres, akkor azt ugyanolyan szívügyemnek tekintem. Mondjuk azt tudni kell, hogy én szociális munkás mestervégzettséggel bírok, úgyhogy azt remélem, hogy valóban tudom azokat a hátrányos helyzetű célcsoportokat képviselni, akik megjelenhetnek itt a látókörömben, de hogy ez kell és ez kötelező. Hát további sok sikert kívánunk ehhez a munkához, és sok sikert kívánunk akkor a koncerthez is. Köszönjük, hogy eljöttek. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. A Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete két havonta rendezi meg mindenki számára nyitott programját, a nyugdíjas zenés estet. A rendezvény idén kifejezetten hangulatos volt, sokan mentek el és jól érezték magukat. Voltak, akik ott ünnepelték házassági évfordulójukat. Az egyetlen szívfájdalma a szervezőknek, hogy a hagyományos rendezvénynek helyet adó művelődési központ még nem akadálymentesített. Megél az rossz, unatkozni nem fogom. Két szív szemed, ami sok a csitre áll. Volt a köves rúgom neked, hogy egy csókra szomjas a szám. Úgy tűnik, hogy jót tett a Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesületének a vérfrissítés. Fodor Zoltánné 2015 végén vette át az egyesület vezetését a leköszönőbb Állaki Józseftől, és gőzerővel vetette bele magát a szervező munkába. Az eredmény már látszik, hiszen sokan jöttek el a Jókai Mór Művelődési Központban rendezett zenés estjükre is. Ezt gyakorlatilag két havonta rendezzük meg, minden hónap harmadik csütörtökjén, és teljesen nyílt nap ilyenkor, tehát nem csak a klubtagok jöhetnek el hozzánk, hanem bárki, akinek kedve van egy kicsit velünk együtt szórakozni. Ez már gyakorlatilag hagyomány jellegű ez a rendezvény. Az elődeim is régóta csinálták, és nem szerettem volna megszakítani a hagyományokat. Igazándiból szerintem nagy társaságot körbe fog ez a lehetőség. Remélem, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését. Novák Ferencnek és Nejének Ilonkának biztosan elnyerte a tetszését, hiszen még az egybekelésüket is itt, a zenés esten ünnepelték. 8 éve vagyunk együtt, szombaton esküdtünk, úgyhogy azt hiszem, ez mindent elmond, és jól megvagyunk. 77 éves vagyok, ő nagyon fiatal. Milyen gyakran járnak el ilyen klubokba, és hogy érzik? Majd mindegyikre jövünk. Párom érdemel, korábban én nem jártam, elászoktatott. Minden zenés műsoron itt vagyunk, vagyis időtöltő táncos esten, úgy
úgy mondom. És hát én szoktattam rá, mert mikor megismerkedtünk, akkor elhívtam, hogy nem kötelező jönni, de szeretném, ha egyszer eljönne. Azóta mindig rendszeresen jövünk, és itt vagyunk minden buliban. A tánc és a beszélgetés mellett azért a komolyabb kérdések megvitatására is volt lehetőség, sőt, ilyen alkalmakkor még azokkal is szót válthatnak, akik esetleg egy-egy problémával egyébként közvetlenül nem szembesülnek a mindennapjaik során. Sajnos még mindig az akadálymentesítés az, amelyik nem tökéletes. Hát sajnos itt sem, illetve a város több pontján nem megfelelő a mozgássérültek számára. Ígéretet azt már többször kaptunk. Reméljük, hogy ez nem csak ígéret lesz, hanem be is teljesül az ígéret. Most például jövő héten lesz a nagy rendezvényünk, az Empátia Nap. Arra az önkormányzattól kaptunk támogatást mobil mellékhelyiség kihelyezésével, mert úgy hozta a sors, hogy pont átalakítják a művelődési központot is, de bízunk benne, hogy akadálymentesen és zökkenőmentesen fognak lezajlani a programjaink. A mozgáskorlátozott vécé és a rámpa hiánya már 2003-ban az első Empátia Nap megszervezésekor szembetűnő volt. Sajnos azóta sem igazán sikerült a problémát orvosolni, bár a vécé megújult, az akadálymentes rész kialakítása még mindig nem történt meg, igaz, végre a tervek elkészültek és ígéret is van, hogy még ebben az évben hozzáfognak a munkákhoz. Mindjárt akarjuk, hogy meglegyen, itt nincsen semmi rossz indulat, vagy semmi hátáltató tényező. Ez a húzavona, ez a nem tudom mi. Hát én teljesen azt hittem, hogy most ezzel a korszerű megoldásba bele fog férni az akadálymentes WC. Azt mondják, és ebben igaza van a megrendelőnek, hogy ha minden nem klappol a törvény szerinti paraméterekbe, akkor nem, mert akkor a törvény őket sújtja. Aki engedélyezte, vagy aki üzemelteti, vagy aki engedi, hogy mi üzemeltessük. Ennek van egy olyan, hogy 150 cm sugarú kör, ahol lehet mozogni kereket székkel, meg mosdó, meg stb. Na most én bízom benne, mindenki ígéri megint, de már sokszor ígérték, de most nem bírom, hogy tutira ígéri mindenki, hogy meg lesz. Nagy ünnepés szalagátvágást fogunk csinálni a WC ajtó, hogy ez csak ugyan nem szóval komolyan fölfogni, vagy drámai figurára venni a dolgot, mert ez a nem tudom minek a hibája. Ez tervezési hiba, technikai hiba, pénzhiba, fogod, nem is nekem kell kitalálni, nem is nekem kell a hibát megtalálni, hanem annak, aki nem tudja megtalálni. Egyelőre terv, pénz és szándék adott, engedély még nincs, és a munkák sem indulhattak el. Így a szeptember 24-i Empátia napon is mobil WC várja a kerekesszékes vendégeket az udvaron. A Városi Magazin után, ahogy már korábban is említettem, megnézhetik a délelőtt élőben közvetített képviselőtestületi ülést, de még előtte programajánló. Közlekedés és vezetés időskorban a témája a Senior Akadémia előadásának, melyre a Jókai Mór Művelődési Központba várják az érdeklődőket csütörtökön 15 órára. A program minden 50 év feletti budaörsi számára ingyenes. A Művelődési Központ kapcsolatok sorozatának következő vendége Müller Péter, aki a Halhatatlan Szerelem című könyvének témájáról mesél közönségének csütörtökön este 7 órától. Az idén Magyar Örökség díjat elnyert Misztrál együttes előadása csalogatja az érdeklődőket a Posztártba, szintén csütörtökön este 7 órára. Szeretettel vár mindenkit a Budaörsi Széchenyi Társaság, a Széchenyi István 225. születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésre. A program 17 órakor kezdődik, Széchenyi szobrának megkoszorúzásával a Kamaraerdei Idősek Otthonának parkjában, majd 18 órától a Budaörsi Városházán a Széchenyi István gróf cselekvő hitvallása elnevezésű egyfelvonásos drámát nézhetik meg. A belépés díjtalan.
Alfonso Pázó Hazudj inkább kedvesem című darabjára is beülhetnek a Budaörsi Latinovics Színházba pénteken este 7 órára. A történet helyszíne napjaink Madridja, ahol a nyugat jól nevelt jóléte egybeolvad a dél duhaj temperamentumával. A főszerepben Szamosi Zsófiát, Martor Róbertet és Hován Gábort láthatják. Rendezte Znamenák István. Amikor másért teszel, magadért is teszel. Segítsünk gyermekünknek hétköznapi hőssé válni. Vallja a Szülők Akadémiája sorozat szervezője, akinek előadását pénteken este 7 órakor hallgathatják meg az Ifjúsági Klubban. Remélem találtak kedvükre való programot. Telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu. Ezeken tudnak minket elérni, ha kérdésük vagy észrevételük volna a műsorainkkal, riportjainkkal kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra pénteken!